Sziasztok, Necrocrim vagyok. Nos, igen. Kijöttem a gyakorlatból. Hát ugye, mi sokan tudjátok, már jó ideje nem raktam föl videót. Az egy dolog ám, de már egy jó ideje nem is játszottam, szóval eléggé elmocskásodtam, hogy úgy mondjam, a reflexeim elhaltak, a fogalmam sincs, hogy mi az a Call of Duty, fogalmam sincs, hogyan kell célozni, úgyhogy kijöttem, de tényleg hihetetlenül kijöttem a gyakorlatból. Persze hozzátartozik mindenhez az is, hogy a laptopom volt eddig, most már ugye van egy új nagy gép. Laptopom annyira nem futott, így aztán nagyon sokszor elment a kedvem a játéktól, de most így megvan a nagy gép, hiába van magas FPS-em, ami azért szintén furcsa így egyelőre, de akkor sem megy annyira a játék, amennyire szeretném, vagy amennyire kellene menjen ahhoz képest, hogy milyen régóta foglalkozom Call of Duty-val. Persze ez egyben egy hátrány is számomra. Call of Duty-val már elég régóta foglalkozom multiplayerrel is, és azt kell mondjam, hogy már sok újat nem tud mutatni, így aztán az érdeklődésem is lankad feléje, mivel hogy már tényleg olyan, már annyira régóta játszom, hogy már nagyon újra nem tudom mutatni, és már kihívás sem akkora, hogy első akarjak lenni, de multiplayer játékot mindig élveztem, és hát szeretnék azért én is első lenni, visszanyerni a gyakorlatomat, megtanulni újra, lőni, célozni, stb. És emiatt egyben ki is találtam egy apró és remélhetőleg számotokra szórakoztató dolgot, számomra egy új topikot, egy új műsort, amit felrakhatok YouTube-ra. Igen, tudom, terveztünk liga meccseket is, valószínűleg azok is lesznek, még egyszerűre össze kell szedjem magam a gépet, és stb. Minden meglegyen, lesznek liga meccsek, lesznek minden, de hát ahhoz, hogy liga meccsre tudjak menni és versenyképes legyek, ahhoz gyakorlatilag a ti segítségeteket fogom most kérni, illetve hogy meg tudnak újra kolonitizni, ehhez mind ti fogtok kelleni, mert hát elég rég nem játszottam, ugye jó két hónapja nem raktam videót, még legalább azóta nem is játszottam, mert bár akárhányszor bekapcsoltam a laptopon, gyorsan elment a kedvenc játékom, mivel nem volt meg a megfelelő FPS, és laggoltam, és stb. De most úgy néz ki, minden rendben jön elektronika terén, úgyhogy íme jöjjön az a kis kérés, amivel ti engem jobbá tehettek. Azt találtam ki, hogy legyen egy kis rövid kérdez-felelek, biztos vagyok benne, hogy láttatok benne a YouTube-on. Kérdezhettek akármiről, de tényleg akármiről. Három kérdésre viszont nem fogok válaszolni, hány éves vagyok, mit dolgozom, mi a nevem. Ezekre soha nem fogok válaszolni, úgyhogy. De azon kívül lehet kérdezni akármekkora ökörséget, ha úgy esik. Persze a témákat én fogom kiválogatni, biztos vagyok benne, hogy meg fogtok találni rengeteg olyan kérdéssel, amitől felmegy a pumpa, vagy éppen leesik az állam, de ebben ez legyen az izgalom, igyekszem mindenre válaszolni. Akinek érdekesnek találom kérdését, illetve egy témát vett föl, mert témáról is lehet beszélni, annak ugye az a videó az adott kérdések jegyében fog eltelni. De hogy még fokozzuk is ezt az egészet, ugye nekem van egy jó pár játékom, amivel szeretnék amúgy is foglalkozni még Call of Duty mellett, és most, hogy megvan a nagy gép, van rá lehetőség, így aztán mindig a leírásban ott fogok hagyni egy listát azokról a játékokról, melyekkel tudok játszani, mint multi-mint single player, és amely játékokat szeretnétek ti látni, úgyhogy az annak, akinek a legérdekesebbnek találom a témáját, vagy kérdését, akinek legérdekesebbnek, vagy legszórakoztatóbbnak találom a kérdését, az hagyja ott, hogy mely játékot szeretné látni ebből a listából, és akkor annak a játéknak a jegyében telik el ez a videó. Ha netán olyan játék, amit annyira nem ismerünk, akkor még szó lesz természetesen egy kicsit a játékról is, de mivel hogy széles skálából szeretnék foglalkozni a játékkal, ezért ezt találtam ki. Nektek is jó, nekem is jó, mert újra profi kodos leszek, valószínűleg sokan fogtok Call of Duty-t választani, és egyáltalán általánosan jobb játékos leszek újra, ugye, de közben legalább az a videó menjen, ami nektek tetszik, vagy amit ti szeretnétek látni, ugye. Elég széles most már a skála, tehát Crysis 3, Far Cry 3, Battlefield 3, amíg meg nem jön a Battlefield 4, mert a
Battlefield 3-t egy haverotól kaptam kölcsön az akkontot, így aztán mivel Black Light Retribution, akármit, Mortal Kombat Complete Edition, ha akarjátok, az is megvan. Láthattok egy-két mérkőzést, ahogy bénázom, hihetetlen béna játékos vagyok. És természetesen, ami még lesz emellett, a kis műsor mellett, ami ugye szóljon nektek, és legyen közös valami, egy közös fórum, közös együtt valami, amit tudunk csinálni. Amellett természetesen folytatódnak a különböző Call of Duty videók arról, hogy mint, merre, hány, meddig a Call of Duty világában. Valószínűleg fogunk beszélni még egy kicsit a E3-ról is, Titanfall, Division, stb., amit a Facebook oldalamon trélereket láthatok. Ezek lennek az ilyen játékok, amiket szívesen kipróbálnék én is. Szóval mondhatni az, hogy tele van a műsor tárma, csak össze kéne szedni az időt és megcsinálni rá, de mint mondtam, rengeteg játékot szeretnék foglalkozni, és tudom, hogy titeket is érdekelne más játék is, úgyhogy ebben a topikban, hogy úgy mondjam, ahol kérdez, felelek lesz, akkor legyen az a videó, amit ti szeretnétek látni. Amit láthatjátok, azért igyekeztem viszonylag jól játszani, de hát hihetetlenül béna pillanatai voltak. Itt hamarosan jön egy elég vicces jelenet, azt hiszem. Igen, na ez azért vicces tud lenni. Szóval minden esetre nagyjából ennyi lett volna fontos mondani valóm, ugye lesz egy kérdez felelek, általánosan lesz majd még Call of Duty, amivel kapcsolatban meg is kérnélek titeket, hogy mi az, amit még szívesen hallanátok Call of Duty-ról, amiről úgy érzek, hogy nem tudtok eleget, vagy általánosan a multiplayerről, mi lenne az, amire még kíváncsiak lesztek. Szóval itt van ez az én kérdésem, és akkor tudunk róla beszélni. A következő kérdés pedig az lenne, hogy szeretnétek-e híreket kapni a Call of Duty Ghostról, hogy mi újság vele, mi történik mostanában, mert azért jöttek egy-két új hírek, a grafikus motorról, hangrendszerről, és fegyverekről, és stb. Szóval, hogyha ezekre mind kíváncsiak vagytok, hagyjátok ott kommentbe, és akkor igyekszem összegyűjteni a híreket, és egybe rakni. Továbbá ugyanez igaz legyen Battlefield 4-re is, szóval ha kíváncsiak vagytok a hírekre, miként zajlanak a Battlefield fejlesztés, illetve hogy lesznek a dolgok. Ha egy kis szerencsém van, még a beta tesztben is részt vettek a három akkordja által, de ez még kiderül, úgyhogy majd láthatok Battlefield 4 beta tesztet, de remélhetőleg. Szóval ha kíváncsiak vagytok, hogy állnak a hírek így a játékvilágban különböző játékokkal, akkor nyugodtan hagyjatok a kommentben, és akkor meg fogjuk beszélni az adott játékot, persze a hozzáálló legközelebbi videóval. Mondjuk ugye Call of Duty Black Ops 2-t nem fogok rakni a Battlefield 3 topikba, vagy Battlefield 4 topikba. Na, de lényeg, ami lényeg, ez van, legyen egy kérdez felelek, ha érdekeltek vagytok játékhírekben, akkor írjátok oda, és akkor meg lesz minden. Igyekszem összegyűjteni a híreket, jönni fognak általánosan Call of Duty videók, amiről én azt kérem, mivel hogy már olyan régóta foglalkozom koddal, hogy már magam sem tudom, hogy mit hagytam ki, vagy miről szeretnék még beszélni, úgyhogy szeretnék titeket megkérni, hogy adjátok a tippeket, hogy miről szeretnétek még hallani Call of Duty-val kapcsolatban. És lesz Crysis 3 videó, Far Cry 3 videó, Battlefield 3 videó, úgyhogy elég sűrű a műsor, tehát minden esetre köszönöm a figyelmeteket. Jó volt egy kicsit újra kodozni, bár ugye nagyon kijöttem a gyakorlatból, azt szerintem ti is észre fogjátok venni. Köszönöm a figyelmeteket, nekünk én voltam, a következő videóig. Sziasztok!